Hallgassátok meg Isten szavát, Ézsaiás könyve 25. részéből, és majd a 60. részből. Így tanít bennünket az Úr a reménységünkről. Az Úrnál nem tabu téma a halál, ezt mondja. Véget vet egyszer a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr, letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígéri az Úr. És hallgassuk meg a másik ígét. Ezt mondja nekünk Isten. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a holdfénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Kedves testvérek, legtöbbünk nagyon személyes kapcsolatot ápolt Laci bácsival, Pap Lászlóval és családjával. Én jó magam is különös szálakkal kötődöm hozzá. Ő tanított meg engem a gyakorlati lelkipásztorságra. Amikor egy fiatal kijön a teológiáról, és egy új vidékre helyezik, ahol egészen más szokások vannak, mint az ő lakóhelyén, akkor bizony azt meg kell tanulni. Hát nekem, hogy hogyan kell megkeresztelni egy kisgyermeket, hogyan kell elbúcsúztatni egy embert, hogyan kell tisztességgel végezni a szolgálatot, azt mind Pap László tanította meg nekem. Legtöbben tudjátok, mert együtt öregszünk, együtt megyünk az élet országútján. Így emlékezzünk kegyelettel a szívünkbe, Laci bácsira. Mi csak így emlegetjük a mi Laci bácsink. 5 éve távozott el. Etelka nénit megkérem, hogy tegye el ide az emlékezés világait, tessék nyugodtan ide föltenni. Ez a palás nem más, mint a Laci bácsi palástja, itt, amiben évtizedeken keresztül szolgált a gyülekezetben, meg van fakulva ez a palást, ebbe temetett, ebbe esketett, szolgált itt, kiszívta a nap, sározódott. Így tudunk rá emlékezni. És most köszönjük meg az Úristennek egy pár szóval az ő életét. Köszönjük szépen! Mennyei jó atyánk, aki már elvetted Pap Lászlót, és úgy rendelkeztél, hogy megkönnyebbüljön földi szenvedéseitől. Mennyei jó atyánk, mi most megköszönjük az ő életét. Megköszönjük, hogy egy emberséges lelkipásztort adtál ennek a gyülekezetnek, aki nem béres volt, nem a pénzért szolgált, nem a markát tartotta, hanem nehéz körülmények között is szolgált és odahajolt hozzánk, és bíztatott és bátorított és feddett is, amikor kellett, de mindig a te ígéd alapján. Urunk, köszönjük, hogy nekünk adtad őt, hogy gazdagítottál bennünket általa,
az igék által. Légy áldott, Urunk, hogy így is gondoskodtál rólunk. Dicsőség neked. Amen. 422. dicséret első, második és utolsó versszakát énekeljük el. Hadd menjek, Istenem, mindig felé. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunknak.